A székelyudvarai Ugron Alapítványt 10 éve 2005-ben hozta létre Ugron Istvánné Bánfi Mária és dr. Ugron Gáspár Gábor, hogy az Ugron család azon keresztül minden visszakapott birtokát és járandóságát, illetve az abból származó jövedelmet a helyi közösség javára fordíthassa. Így indította a sajtótájékoztatót Ugron Béla, az alapítvány elnöke elmondta. Azért hozták létre a szervezetet, mert az 5 gyerek, 20 unoka, valamint 17 dédunoka mellett nem volt értelme a birtok szétdarabolásának. Ez egyezett a család fő Ugron István 70-es évekbeli végakaratával is, aki azt kérte, ha úgy fordul a világ, hogy valaha hozzájuthatnak az egykori birtokokhoz, akkor adják őket a katolikus egyháznak. Ezért döntöttek a vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról. Ennek feladata, hogy a visszakapott birtokokat gondozza, az épületeket felújítsa, és a majdani jövedelemből támogassa a hitéleti tevékenységet, valamint a környékbeli gyerekek oktatását, közösségi életre nevelését. Számolt be a részletekről Ugron Béla. Kifejtette, sajnos a restitúció nagyon lassan halad, rengeteg ingatlant még nem kapott vissza a család, de ezt a folyamatot be kell fejezni, hiszen az abból származó jövedelmet tudják a különböző programjaikra fordítani. Ha egy 100 hektárnyi erdő területe van az alapítványnál, de ezek még nem hozzák a várt hasznot, mert annyi rendbarakási munka van, hogy gyakorlatilag többe kerül a leves, mint ahogy. Amilyen fontos dolog, nem nagy vagyon, de ennek az eszmei értéke van, a Madarasi Hargitának a teteje, ahol most a menedékházak vannak, ott egy csík fel a platóig. A nagyobb falatok azok nem itt vannak, azok Brassó megyében vannak, Brodaforduló környékén, Bodolán és a négy falu. Összesen egy olyan 1700 hektárnyi terület van, erdő, föld, ilyesmi, amit várunk. Nem sokat, az erdőt talán azt visszakapjuk, a földterületet nem, mert a cigányfalut építettek. Azt mondta a polgármester, hogy pereljem a cigányokat külön vissza, és akkor mondom, hát hülyeséget ne beszéljen, szóval. Eleve nem csinálnák ilyet, nem azért, mert cigány, hanem eleve, hogyha valaki ott van és ott él, az maradjon ott. A szervezet legfontosabb célja a gyerekek oktatása, ezért iskolakezdési támogatásokat adnak a fiataloknak, ugyanakkor 2006 óta működik egy németországi csereprogramjuk, melynek részeként az ottani fiatalok Romániában önkéntesen végeznek szociális munkát, mindezt a szervezet koordinálásával. Tervekből sincs hiány, Ugron Béla azt mondta a találkozón, elkezdik az iskolai közösségi szolgálat népszerűsítését. A szervezet elnöke szerint az elképzelések alapján ezt a fajta programot Hargita és Kovászna megyei iskolákban ismertetnék meg. A szervezet tevékenysége az ugronalapítvány.ro honlapon részletesen tanulmányozható.